Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. Csütörtökön egész nap hiába keresték az Alföldön barangoló barna medvét. Nemzetközi gyártástechnológiai konferenciának ad helyet a Neumann János Egyetem. 30-nál is több program várja az olvasni szerető közönséget az ünnepi könyvhéten Kecskeméten. Nemzetközi gyártástechnológiai konferenciának ad helyet a Neumann János Egyetem GANFKARA június 7-e és 8-a között. A Gépipari Tudományos Egyesület meghívott hazai és külföldi előadói két kecskeméti gyárba is ellátogatnak. A Gépipari Tudományos Egyesület június 7-e és 8-a között rendezi meg 23. Manufacturing nemzetközi konferenciáját, melynek helyszíne ezúttal a Neumann János Egyetem GANFKARA. A konferenciát a Gépipari Tudományos Egyesület és a Neumann János Egyetem Kecskemét közösen szervezi. A fő elképzelésünk az volt, hogy itt az egyetemnek az új neve, az viszonylag kevésbé ismert még a szakma területén, ugye nemrégen vették fel ezt az új nevet, és másrésztről, hogy Kecskemét egy ipari centrummá vált, úgy gondoltuk, hogy akkor érdemes idehozni egy olyan szakmai közönséget, aki a gyártástechnológiai kultúrával foglalkozik, kutat, tanít az országban és külföldön. A konferencián közel 30 külföldi előadó, valamint Magyarország egyetemeinek oktatói doktorandusai mutatják be gyártástechnológiával kapcsolatos kutatásaikat. A fő kutatási területe ennek a konferenciának a gyártástechnológia, tehát milyen anyagokat, milyen módon lehet megmunkálni. Ezek közül a legújabb újítások kerülnek itt bemutatásra, és ma bizonyára mindenki a hírcsatornákból már ismeri, hogy az ipar 4.0 az most egy olyan forradalmi rendszerváltást idéz elő az automatizálás, a számítógéppel átszőtt hálózatok területén, hogy ez egy második ilyen fókuszponttá vált. A konferencia célja a szakmai tudás átadása, és hogy az egyes kutatóhelyek megismerjék egymás munkáját. Az informatika is próbálja átvenni akár az emberi gondolkozásnak az elemeit. Ezek is tükröződni fognak a közeljövő fejlesztésében, hogyan tudunk rugalmasabb, fenntarthatóbb rendszereket létrehozni, amelyik mind környezeti szempontból, mind gazdasági szempontból fenntarthatók lesznek. A résztvevők a két nap alatt meglátogatnak két kecskeméti gyárat is, a Mercedes-t és a Hildit. A rendezvény után pedig egy angol nyelvű internetes folyóirat kiadványt is megjelentetnek, ami hasznos forrás lesz a téma iránt érdeklődő kutatóknak, doktoranduszoknak. Ma egész nap hiába keresték Tömörkény térségében azt a barna medvét, amelyet hétfőn figyeltek meg először Bács-Kiskun megyében. Az eddigi tapasztalatok alapján békésnek tűnő állat már Csongrád megyében jár, és a határ felé tart. Ma a Kecskeméti Televízió stábja követte a medvét kereső 15 fős csapatot. Barna medvét figyeltek meg hétfőn Abony térségében, az állatot kedden Kocsér környékén, szerda reggel pedig már Tiszalpár magasságában észlelték. Ma reggel a rendőrség, illetve a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai a Csongrád megyei Tömörkény külterületén követik a nyomok alapján. Folyamatosan figyelemmel követtük a mozgását, hogyha arra alkalmas hely és körülmény lett volna, akkor altató lövedékekkel a fővárosi állatkert állatorvosa, illetve a Szegedi Vadaspark igazgatója megfelelő felkészültséggel, eszközökkel elaltatta volna a jószágot, erre tegnap nem került sor. A Nemzeti Park tájékoztatása szerint eddigi útvonala alapján az állat a Tisza mentén halad és a déli határ felé tart. A medve jámboran viselkedik, elsősorban gyümölcsel táplálkozik, emberrel szemben nem tanúsított agressziót. Ezt erősítették meg azok is, akik látták itt Tömörkényen. Nejem is látta, hogy ott van a medve, benne az erdő, bácsurgott. Egy nagy darab, ő hímnek nézte. Bár ma reggel a település több pontján is látták, a medvét a polgármester szerint a lakosság körében nem okozott riadalmat. Nincs pánik hangulat, természetesen, hiszen a médiákból mindenki értesült arról, hogy Magyarország területén kóborul egy közel 200-300 kg-os medve. Nincs semmiféle pánik hangulat, a rendőrség és a Nemzeti Park munkatársai folyamatosan keresik. A délalföldön kóborló medve 2-3 éves lehet. Most vált ivaréretté, ezért indulhatott el saját területet keresni magának. Az eddigi megfigyelések alapján nem agresszív, ezért sem a kilövése, sem az elkábítása és elfogása nem cél.
A nyomát kutató megfigyelő csapat célja tulajdonképpen az állat követése. Azt tanácsolják azoknak, akik látják, hogy semmiképp ne közelítsék meg, és ne ingereljék. Amit ilyenkor tenni kell, az a rendőrség, illetve a Kiskunsági Nemzeti Park ügyeletének értesítése. Több mint 300 könyv jelent meg az idei ünnepi könyvhét alkalmából. A főtéri könyvvásár mellett pedig 30-nál is több program várja az olvasni szerető közönséget június 10-ig. Több mint 30 programmal várja a 89. ünnepi könyvhéten a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár az olvasás szerelmeseit. Az érdeklődők a központi épületben, a fiók könyvtárakban és a kis településeken is találkozhatnak a könyvhét programjaival. A főtéri könyvvásáron pedig az antikvár könyvek mellett beszerezhetik az újdonságokat is. Itt a külső helyszínen is szembesülhetnek a járókelők azzal, hogy milyen gazdag könyvkínálata van az idei könyvhétnek. Több mint 300 könyv jelent meg. Megtalálják itt a kiemelkedő szerzőket, a prózaírók között. Nagyon gazdag a vers irodalom megjelenése az idén, és a gyermekirodalom is. Kecskemét számára különösen fontos ez a hét, mivel helyi szerzők könyvei is megjelentek az ünnep alkalmából. A Katona József könyvtár ezeket a műveket külön programokon mutatja be. Az elmúlt évek alatt az olvasási kedv sem csökkent a megyeszékhelyen. A könyvtáron keresztül mérjük az adatokat, akkor azt kell mondjam, hogy ott vagyunk az országos elsők között, ahonnan jelenleg is még a igen magas számban kölcsönöznek az emberek, és hogyha a helyben olvasgatott könyveiket, lapokat számba vesszük és a kölcsönzötteket, akkor ez megközelíti az 1 milliót évente, ami azt gondolom, hogy nagyon figyelemre méltó. A könyvhét pavilonjaiban további kötetek szerezhetők be. Június 7-től 10-ig könyvdedikációk, könyvbemutatók, beszélgetések és gyermekprogramok várják az érdeklődőket a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri ünnepén. Kecskeméti állomására érkezett a Visegrád Olvas a Gyermekeknek című cseh kezdeményezésű projekt magyarországi kampánya, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekeknek szóló mindennapos felolvasás fontosságára a visegrádi négyek országaiban. A jelenlegi zajló kampányhét keretén belül Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában és Lengyelországban író-olvasó találkozókat, több generációs olvasási eseményeket, gyerekfoglalkozásokat szerveznek iskolákban, könyvtárakban. Szerdán a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban rendeztek programokat a kampányhoz kapcsolódva. Csütörtökön pedig a Kocsis Pál mezőgazdasági és környezetvédelmi szakközépiskolában a Cseh Centrum 12 világ című kiállítása várta a gyermekeket, akik 12 fiatal cseh illusztrátor munkáival ismerkedhettek meg. Emellett mese és számos más gyermekfoglalkozásra is sor került. A rendezvény a visegrádi négyek kulturális együttműködését erősíti, hangsúlyozta Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő, a Kecskeméti Ifjúsági Tanács alelnöke, aki enciklopédiákat, világirodalmi remekeket adományozott az iskola könyvtárának. A magyarországi kampánynak 5 kiemelt helyszíne van. A főváros mellett Pécs, Kecskemét, Kaposvár és a Szabolcs megyei Apagy. 134 tehetséges kecskeméti középiskolás tapsoltak meg a Városháza dísztermében ma délután. Harmadik alkalommal jutalmazta meg az önkormányzat a kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalokat, elismerve munkájukat és a tanórákon kívüli teljesítményüket. Sorra szólították ma délután azokat a tehetséges középiskolásokat a Városháza dísztermében, akik egyebek mellett a kreativitásuk, a művészi tehetségük, az országos és nemzetközi tanulmányi versenyeken elért kiváló eredményeik, vagy akár a természettudományos munkájuk terén értek el sikereket. Imáron harmadik alkalommal köszöntötte Szemereiné Pataki Klaudia polgármester a tehetséges középiskolásokat. A város vezetője elmondta, Kecskemét büszke tanáraira és diákjaira. Ilyenkor bizonyosodik be az, hogy a több száz éves múltú oktatási rendszer igenis működik a városban. Idén 134 tehetség kapta meg méltó módon a 20 és 80 ezer forint közötti pénzjutalmat. A jutalmazott fiatalok számos érdemet szereztek, és folyamatos jó teljesítményüket ismerték el ma. A témával bővebben a Kiemelő című magazin műsorunkban foglalkozunk.
Megtelt a Móra Ferenc Általános Iskola tanári irodája szerda délután. Szemerei Népataki Klaudiával, Kecskemét polgármesterével, egyben az iskola egykori diákjával együtt köszöntötték az intézmény pedagógusait. Ma nem tanulni jöttünk, ma szívünk ünnepel. A hálát, amit érzek, miképpen mondjam el. Zsák Ádám, harmadik A-osztályos tanuló, ezzel a verssel köszöntötte a Móra Ferenc általános iskolai tanárait pedagógus nap alkalmából. Egy végzős diáktársa, illetve az intézmény két pedagógusa is előadással készült az ünnepségre. Virágokkal és egyéb apró ajándékokkal köszöntötték az iskola jelenlegi és egykori tantestületét, ugyanis azok a nevelők is tiszteletüket tették az eseményen, akik 30 éve erősítették a tanári gárdát. Az idei ünnepély egészen különleges volt. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester is ellátogatott a pedagógus napra. A városnak köszönhetően pedig mostantól kézzelfogható emlékként szerepel az oktatási intézmény életében a májusi flashmob eredménye. A polgármester elmondta, örömmel emlékszik vissza az itt töltött általános iskolás évekre. Az, amit én nagyon sokat és többet kaptam ettől az iskolától és ettől a pedagógus nevelő tantestülettől, az a közösség szeretete, és gyakorlatilag ez képezi a munkám alapját is. Itt nagyon-nagyon sok plusz foglalkozást szerveztek a pedagógusok, a tanórákon kívül nagyon sok helyen és nagyon sok tehetséggondozásba vettünk részt. Kecskésné Marti Marianna, tagintézmény vezető, azt foglalta össze, mit is köszönhet azoknak, akikről a szerdai napon megemlékeztek. Összetartását, összefogását, lelkiismeretes munkáját, a gyerekekkel való törődését, és mindent, ami az iskolában történik, hát a közösségnek köszönhetjük. Ez egy csapatmunka, együtt dolgozunk a gyerekekért, az iskoláért. Az önkormányzat mindig is támogatta az iskolát. A rendezvényen hangsúlyozták, jövőre energetikai korszerűsítésre, többek között a nyílászárók cseréjére is sor kerül. Fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a Bács-Kiskun megyei főügyészség a Pandorfi ügy vádlottjaival szemben. A halálkamionban 71 ember vesztette életét. Folytatódott ma a Pandorfi ügy tárgyalása a kecskeméti törvényszéken. A főügyészség a vádlottakkal szemben fegyházbüntetést indítványozott. A 11 afgán, bolgár és libanoni férfi nem csak bűnszervezetben csempészett, embertelen körülmények között menekülteket 2015-ben, de 71 illegális bevándorló kínhaláláért is felelős. A vádlottak cselekedeteit 26 vádpontban lehet felsorolni az ügyészség szerint. Embercsempészés, jelentős testi és lelki szenvedést okozó emberkínzás, életveszélyt okozó testi sértés, emberölés minősített esete, egyebek mellett ezeket követték el bűnszervezetben a vádlottak. Az ügyészség halmozati büntetésként életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy az első, a harmad és a negyedrendű vádlottakat a bíróság zárja ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, azaz velük szemben tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetés szabjon ki. A vádlottak elsősorban Afganisztánból, Szíriából, Irakból és egyéb harmadik országnak minősülő államból érkező migránsok haladását biztosították, Törökországon, Görögországon, Szerbián és Magyarországon keresztül, mindezt anyagi szolgáltatásért. A vád szerint a 71 migránst Móra halom térségében vették fel az embercsempészek egy kamionba, ahol a raktérben húzódtak meg. Valamennyien szörnyű kínok között fulladtak meg. Bár halálukat megelőzően folyamatosan dörömböltek és kiabáltak, azonban az érintett vádlottak a raktér ajtaját nem nyitották ki. Amikor az üzemanyag fogytán volt, a gépjárművet Pandorf közelében hagyták hátra. A 26 pontból álló vádirat egy olyan esetre is kiterjed, amely során egy járműbe 67 migránst vettek fel, akik közel 23 köbméteres térben zsúfolódtak össze, többen eszméletüket is veszítették, nekik azonban sikerült kirúgniuk a raktér ajtaját. Az eljárás jövő héten a védőbeszédekkel és a vádlottak utolsó szójogán tett nyilatkozataival folytatódik, de számítani lehet ítélethozatalra is. Különleges meglepetéssel készültek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai pedagógus napra. Az egyik szünetben az iskola közel 500 tanulója az udvarra tömörült. Csengetéskor azonban senki nem indult órára.
Bár a Szent Imre iskola diáksága évek óta egyedülálló táncos flashmobbal ajándékozza meg tanárait pedagógus napon, a gyerekeknek idén is sikerült óriási meglepetést szerezniük. Minden osztály, kicsik és nagyok egyszerre kezdtek zsibbongani az udvaron, hogy előcsalogassák a mit sem sejtő tanárokat, majd az iskola bitumen pályáján osztályonként rendeződtek. Énekes-táncos produkciójukhoz a Kecskemét táncegyüttes tagjai is csatlakoztak. Az egyedülálló ötlet Lukácsné Haránt Eszternek, a táncegyüttes művészeti vezető helyettesének, az iskola néptánc tanárának köszönhető, aki vállalta, hogy összefogja a diákokat, és kitalál egy olyan koreográfiát, amelyet mindenki meg tud tanulni. A tánctanár koreográfus elmondta, valószínűleg a mai esemény után egy ideig nem szerveznek hasonlót, mert félő, hogy a kezdeményezés elveszíti meglepetés jellegét. Annyi viszont biztos, hogy a flashmob végén a gyerekek Eszter néni nevét kezdték kántálni, és körülfogták szeretett tanárnőjüket. Idén is teltház előtt tartotta a hagyományos évadzáró műsorát a Kecskemét Táncegyüttes. A táncos csoportok a híres Agóra Színház termében mutatták be az újonnan elkészült koreográfiákat. A hagyománnyá vált programon az együttes 10 csoportja lépett fel. Most is a magyar, valamint kárpát-medencei nemzetiségi táncokat állították színpadra. Az egészen kicsik népi játékokkal tarkított műsort adtak, az idősebbek pedig profi koreográfiákkal szórakoztatták a közönséget. A táncosok este 6 órától mutatták be, milyen új lépéseket, táncokat sajátítottak el az év során. A táncegyüttes felnőtt csoportja és a 14 évesnél idősebbekből álló nagybetyárok csoport pedig újonnan elkészült összeállítással lépett fel a premiérem. Az évadzáró gála méltó keresztmetszete volt a Kecskemét táncegyüttes elmúlt egy évének. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Ma egész nap hiába keresték Tömörkény térségében azt a barna medvét, amelyet hétfőn figyeltek meg először Bács-Kiskun megyében. Az eddigi tapasztalatok alapján békésnek tűnő állat már Csongrád megyében jár. Nemzetközi gyártástechnológiai konferenciának ad helyet a Neumann János Egyetem GANFKARA június 7-e és 8-a között. A hazai és külföldi előadók kecskeméti gyárakkal is ismerkednek. Több mint 300 könyv jelent meg az idei ünnepi könyvhét alkalmából. A főtéri könyvvásár mellett pedig 30-nál is több program várja az olvasni szerető közönséget június 10-éig. 134 tehetséges kecskeméti középiskolás tapsoltak meg a Városháza dísztermében ma délután. Harmadik alkalommal jutalmazta meg az önkormányzat a kimagasló teljesítmény nyújtó fiatalokat. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Híróránkat a Kiemelővel, a Kecskeméti Televízió közéleti magazinjával folytatjuk. Mai műsorunkban bemutatjuk azt a 134 tehetséges diákot, akik kiérdemelték Kecskemét város külön elismerését. Vendégünkkel, Lukács Lászlóval, a Kecskemét Táncegyesület művészeti vezetőjével az elmúlt évadról és a tánc szeretetéről is beszélgetünk majd. Kiemelő magazinunk második felében pedig önök is megismerhetik a Lajos Mizsén nemrégiben született 4 kis fehér tigrist. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Ne feledjék, friss hírekkel, információkkal holnap a szokásos időben, tehát 19 órakor várom önöket munkatársaimmal együtt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken kezdetben többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
Előfordulhat felhőszakadás, jégeső, viharos szél is. Napközben 31 fokot mérhetünk. Szombaton is napos, gomoly felhős idő várható, helyenként záporokkal, zivatarokkal, néhol kevesebb viharral. A füllett időben 30 fok várható. Vasárnap és hétfőn is folytatódik az előző napokhoz hasonló idő. A napsütést elszórtan záporok, zivatarok zavarhatják meg. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délutánonként sokfelé mérhetünk 30 fok feletti maximumokat.